Felét is kihozom, fel fogom fogadni, és akkor megnézem ugye az összefogatást, hogy hova fog az a támasztó rúd bejönni hátulról. Aztán majd ki fog derülni, hogy mit kell még rajta csinálni, biztos kell még mást, csak most így hirtelen, na csinálom is. Azért ettől a három pont felfüggesztéstől ez már talán csak jobb lesz. Na hát ezzel a gyönyörű egyenes támasztóval kéne kezdenem valamit, kicsit ki kell egyenisítenem. Na mindjárt meglátjuk, hogy sikerül-e. Kicsit S betűcske van benne. Olyan egyenesítési módszert fogtok látni, hogy behugyoztok a röhögéstől most. Hát aránylag jó lett, ott van be egy pici kanyar, de hát nem kínoztam már tovább sem magam, se őt. Jó lesz ez így. No, hát alakulgat itt a technika. Már a hátsó merevítőnek is a közdarabja most oda be van fogadva, majd mindjárt ide húzom a heggesztőt, aztán pöccintem lefele. Heggesztődik össze és enni kell már szállni, te meg kurva jó az idő. Na hát ez nagyon úgy néz ki, mint ami kész van. Yeah.
hát most már annyi van hátra. Elpakolom a szerszám felhozatalt, és elrakjuk a traktorra, vagyis rakom én, és ki kell próbálni. Elborult az idő, nem tetszik, elég esős este lett ebből a napból, ha is annak tűnő, mint hogyha le akarna szakadni az ég. De reméljük, hogy nem így lesz, mert most a napokban elég sokat szikkadt a föld, úgyhogy most elég jó, nem ragad, viszont még kellene nedves ahhoz, hogy normálisan lehessen dolgozni. Hát majd meglátjuk. Már hogyha nem éjszaka fogok most dolgozni. Ki tudja? Majd meglátjuk. Gőzölög a hűtő. Most így épp, hogy megálltam, akkor néztem, hogy elkezdett főni, még nem. Mert a víz az zöld tartományban van. De majd mindjárt kiderítem, hogy mi a probléma. Mikor a szántással frankon lehetne haladni, mert tényleg kibaszott jó. Még hiába, hogy reggel esett az eső és meg is szívatott, hogy nem tudtam jönni már reggel, csak így délben. A szájba baszott hűtő. Elnézést. Ott. Egy kibaszott rézről van szó, amit be lehetett volna forrasztatni. Nem bazd meg, ilyen gyurmás gecivel van betönve. Mert itt valamikor csodálatosan összeért a csigával. És így... Most ezért szopok. Mert annó a tulaj, az baszott beforrasztatni. De nem az, hogy lehetett volna látni, mert eddig látni se lehetett. És most persze nincs víz, most szólni kell, hogy fater hozzon ki, mert különben megfejlne a motor a gecibe, pedig amúgy jó, meg minden, de valami mindig kell, hogy legyen. Na hát fel is lett töltve a hűtő vissza, biztonság kedvéért egy ballont is betettem magam mellé vízzel, hogy azért ha fogy, akkor rápótoljak. Remélem kitart. Ha nem, akkor majd jöjjünk a kútra, megtankoljuk. Ha működik a közkút is, mert ki tudja. Na mindegy, folytassuk a munkát. Tök faszán halad a meló.
szépen húzza a földet az eke, és egy azon pillanatban megbossza az egészet a fene. Hogy én ezt itt nézegettem tegnap, mikor heggeztettem, ugye az egészet, hogy hát mondom, lehet, hogy ezt is újra kell inkább heggeszteni, meg csinálni még egy fület, és akkor ketté közé, de hát faszom, mondom, hát ha kibírta múltkori szétszakadást, mondom, akkor ezt is fogja. Aha, ez is innen lett, ment a picsába. És azon nyomban, abban a pillanatban az is. Jaj, ez a sok jó heggesztő ember, komolyan mondom. Ja, vagy lehet, hogy nem tudom. Bocs, rágózás érde már. Valamit csinálni kell, ez széjjel basz az ideg. Mondj, hogy ávon. Szerelés újra.
a végére értem a második táblának is. Tökéletesen esik az eső. De legalább végződtem, így már a krumplinak megvan szántva a föld. Azt is már hoztuk az ültetőanyagot. Most is megyünk majd még hétvégén, még egy adagért. Úgyhogy, ha minden jól megy, akkor jó lesz a föld, mire ültetni kell. Reméljük a legjobbakat. És hazamegyek, keresek valami jó filmet, és kinyújtóztatom a derekamat, mert de a rok úgy fáj ettől az üléstől. Jaj. Jó az MTZ, csak nagyon fakados. Ezzel zárom is a videót. Sziasztok!